Hello mindenkinek! Visszatértem a Surgeon Simulator nevű játékkal. És... hát nem tudom, hogy kinek mennyire tetszik ez a játék, de... én minden esetre letöltöttem. És akkor kezdjünk is hozzá rögtön egy műtéthez. Hoppá! Nem, először... bocsánat, először még bemutatnám ugye kontrollokat. Szóval... mindent ezzel a kézzel lehet csinálni, aki még nem ismerné ezt a játékot. És itt van egy ilyen rövid kis tutoriál különben, itt a gépnél. Szóval itt így látni lehet, hogy hogyan kell például mozgatni a kezét ennek az orvosnak. Szóval... igen... hát most ezt pont nem akarom kimutatni, de sikerült. Felvásom! Csörög a telefon. Na mindegy, elgurultak a tabletták. Ne. A telefon! Okay. Szóval mindent ezzel a kézzel lehet csinálni. És... na jó, akkor most kezdjünk hozzá ez a operációhoz. iPad-es verzióban különben már játszottam ezt a játékot. Csak itt nem tudom, hogy hogy kell játszani. Ez az egyetlen hátrányom. Vegyed már le ezt a szart, jó? Szerintem én most itt úgy csinálom, remélem, hogy jó lesz, ahogy az iPad-esben szoktam. Hogy... szerintem ezt eldobhatjuk. Hogy ez most egy szívműtét lesz, aki nem tudná. Igen. Szerintem úgy csináljuk különben, hogy egy fúrót előveszünk. Mivel én így szoktam az iPad-es verzióban is csinálni. Nehogy elejtsük! Oké. Remélem ez így jó lesz. Jaj, ne! Fúró! Bobby! Ford! Az Istenért! Akkor így! Jó! Ez így úgy látszik megy. Isten! A páciens túl sok vért veszít, föl, emelt föl, nyomd le. Belefúrtam az oldalába. Nem, én vagyok a jó orvos, tudom, hogy mit csinálok, ezt ejtsük le inkább. Hol van az injekciós tű? Nem baj, az ott elment. Itt egy vesetálban. Ez a pohár, ez... fogd már meg. Ne! Nehogy rá essen. Fogd már meg. Jó, szép. Megvan. Szúrd be neki. Jó. Most tedd szépen le. Ne! Nehogy leessen. Oké, ez így jó. Jó. Azt hiszem ezt a fúrót, ezt hanyagoljuk. Hol a fúró? Hol van a fúró? A fúró eltűnt. Nem baj. Kalapáccsal fogjuk végrehajtani ezt a műtétet. Jó van. Csak ügyesen fogd. Jó, ez így jó lesz. Ezt nézzétek, milyen jó kis mozdulat. Oké.
aki nem bírja húzósabb, ilyen undorító szívműtétet, az inkább ne nézze ezt a videót. Oké, vegyük ki. Most beleturkálok kicsit. Ne! Nem vettem semmit! Közben megy le a szívverése is. Nem, nem megy le. Itt nincs szívverés. Fogd már meg! Nincs valami szippantó, amivel így fel lehet szippantani ezeket a szarokat? Ah! Na jó, ez így nem állapot. Lehet, hogy elfelejtettem megnézni amilyen használati útmutatót. Fogjuk meg ezt. Nem biztos, hogy ez jó ötlet, lehet, hogy újra kell kezdenem, de egy próbát azért még megér. Hogyha neked így jó, akkor csináljuk így. Jó! Belefurtál! Belefurtál! Gyorsan! Tedd le ezt a szart! Most nehogy elguruljon, mert ez az egyetlen szar. Remélem még fel tudja venni. Esett. Na jó, akkor most gyorsan kell csinálni. Turd ki. Vedd már ki azt a szart. Nem jön ki. Az a baj, hogy nem jön ki. Nem vedd semmit a kezébe. Szerencsétlen. Egyre jobban csökken a... Úristen! Na jó, utána nem orvosnak kellett volna állnom. Gyerünk, Bobby, menni fog! Csak vedd ki, csak add oda! Add oda a májadat! Nem a szívedet, add oda a májadat! Erre szükségem lesz. Nem tudom, hogy miért, de érzem. Oké, ez így jó! Magamba dobtam. Ott valami nagyon rosszul van megcsinálva. Tényleg kéne egy ilyen szívóka. Kell egy szívóka. Nem tudom, hogy az hogy néz ki, de kéne egy szívóka. Hogy ki tudjuk venni a bordáit. Ez az! Megvan! Nem, nincs meg! Jó! Ez a tiéd, Bobby! Oké, az első borda. Jó, kell a kalapács. Oké. Kalapáljál. Na jó, ne, már. És pont most van meg. Na jó, most. Valami írdatlan gyorsan kell ezt csinálni. Ezt a szívműtétet. Vedd ki. Azaz. Fölé. Nem baj, azt bent adjuk. Kéne egy szike? Hol egy szike? Köszönöm. Gyere ide. Na jó, csak vedd fel az egyiket. Az is jó lesz. Jajjaj, nem oda kéne vágni azt, ugye tudod? Nem oda... Jó van, azaz! Szerintem is vág szét a szart. Na jó! Nem akarom elveszíteni, úgyhogy szerintem ez egyenlőre ennyi lenne.
Hát, eddig nem túl jól alakul, de megpróbálom még egyszer. Vedd már le! Nagyon jó. Mi? Ezek miért sípol? Valami baj van? Miért sípol ez a szar? Megnyomom ezt a gombot. Ha? Mi van már? Cső! Léci, engedd magadat, hogy kivegyél azt a nyomorék szívet! Kalapács, kell egy kalapács. Igazából azt a középső szart kéne szétszórni. Ezt szépen mondtam. Igen, most megpróbáljuk a középsőt. És kéne még mindig egy szippantó. Borda szippantó. Hogyha hallottatok már valamilyen borda szippantóról, akkor kérlek jelezzétek, mert annak örülnék, mert hasznos. Vagy egy porszívó, az is megteszi. Csak éppen nem port kéne vele szívni. Így szépen kiteremtjük azokat a bordákat onnan. Basszus, ez így nagyon nem lesz jó. Kell a kávés bögre. Egy injekciós tükkel. Azaz, fogd meg. Ügyes vagy, megfogta. Mi a szar? Francba, megszúrtam magam. Kéne a másik injekciós tű. Nem tudom, hogy hol van. Jó van. Nagyon kéne az a tű. Azt ma már biztosan nem fog megtalálni. Nem tudja megfogni. Na jó, erről ennyit. Francba. Csak nyugodtan. Már megint sípol az a vacak. Ez az! Csináld! Nem is fogja. Nem is fogja! Nem is fogod? Milyen vagy te? Nem is fogja. Jó van. Nem is fogja. Nem is fogja! Menjen már le. Na jó. Szerintem eddig a leghasznosabb a fúró volt. Nem pedig a kalapács. Nem azt fúrom, amit kéne. Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. De egy rossz ötlet volt ez a műtét. Végre. Á, nem kell ez ide. Miért kéne? De miért kéne? Eleve. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Isteni.
tényleg jó. Egyébként tényleg jó vagyok ebben a játékban, szóval szeretem így felszarni. Jó, ez megvan. Jó! Ezt hanyagoljuk. Jó lesz úgy, jó lesz. Jó lesz. Csak nyugi! Nyugi! Ne mozdulj. Az úgy jó lesz. Az úgy jó. És beoltjuk egy kicsit. Ez az injekcióval már megint a kávé is bögre. Ne szúrd meg magadat. Ne legyél hülye! Ne szúrd meg magadat! Ne legyél hülye! Inkább csak fogd meg szép lassan. Jó lesz! Megfogta! És most add be neki. Beadta? Jó, beadta! Tegyük egy biztonságosabb helyre. Ide. Ez az! Na, ki kéne szedni most a törmelékeket, de ez a fúrás, ez eléggé idegesítő, úgyhogy valahogy ki kéne kapcsolni ezt a fúrógépet, csak nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Jó, vedd ki, jó? Jó, ne tartsd meg, vedd ki. Vagyok az igazi orvosra, hogy mit kell csinálni. Életre kelt a tüdő. Jó. Ez a tiéd, Bobby. Ez a tiéd, látom. Ezt is kivesszük. Menjen már ki. Vedd már ki. Nem értett, hogy vedd már ki. Azaz! Végre! Fölösleges szarokat eltávolítjuk. A törmelékeket kivesszük. Csak szépen lassan a törmelékeket kivesszük. Jó, az is jó. Úgy is jó. Nem baj, benne leszek egy kicsit, de az majd úgy is visszatöltődik, amikor átültetjük a szívet. Ezt nagyon örülnék, hogyha megcsinálnám. Ezt most... Nem kell... Úszik el! Jó! Levágtam! Ezt el sem tudom hinni! Levágtam, képzétek el! Levágtam! És mindjárt kicsúszik a szike a kezembe és beleáll a szívbe. Jó! Oda, léci! Léci! Ne a szívbe, hanem ebbe a szarba. Egyébként tudom, hogy itt mit kell csinálni, csak nem tudom megcsinálni. Vágd el, léci! Jó, akkor így. Így jó lesz, érzem. Ó, belevágtam a szívbe. Jó, elvágtam. Emeld már föl. Ne essen bele. Emeld föl, és ragd le. Jó. Jaj, ne, nem kellett volna lerakni még a szívet is. A francba már. Ah, még a szívet is el kell vágni. Oké, itt van, ez a tiéd. Ajándék az orvostól. Engedd már el, azért. Jól néz ki, jó van, elment.
Hát itt nem tudom, hogy most mit kell elvágni. Próbáljuk meg ezt a... Ezt próbáljuk meg. Azt a kék ilyen csíkot, vagy mi akar az lenni. És azt egy másik szikével kell, ugyanis ezt a szikét eldobtam. Úgyhogy vegyük fel ezt a szikét inkább. Innen. Ez úgyis így távol van. Hát mit a ne! Akkor ezzel fogom elvágni. Érzem, hogy ez lesz. Ez lesz az. És ott kell elvágni. Fogadjunk, hogy ott kell elvágni. Elvágtam! Azt hiszem. De csak nagyon azt hiszem. Ott kell valamit mahinálni. Nem kéne. Na jó, most beoltom. Addig ide leteszem a szikét. Most beoltom egy kicsit, mert... ízés. Nagyon ízés. Nem tudom, hogy mi az az ízés, de ízés. Jó. Szike vissza. Vissza. Izéltetik. Jó, megvan a szike. A levegőben elkaptam, hogy jaj, de pró vagyok. Ez így rosszul tartja. Nem baj, megpróbáljuk. Jó lesz az. Az elvágta? Nem vágta el. Ott, érzem, hogy ott kell elvágni. Úgy, mint hogyha írnál, úgy vágd el. De nem megy bejjebb. Vagy de? Elvágtam! Készen van, és ezt pedig tedd le, és nehogy megszúrd magad, nehogy elveszítsem. Úgy van. Most hozzányúlhatok végre. Mondom, hozzányúlhatok. Ugye? Igen! Ez a te ajándékod az orvostól, Bobby. És még mindig megy a szíve, nem tudom, hogy miért. De itt az új szív. Francba már. Ilyet doboz. Átokra, ne, a szív! Ne tegyél hülyeséget! Megvan! Majdnem elgurult, de megvan! Megvan! És most szenteltessék meg az új szív! Rossz helyre került! Léci, fogd meg az én kedvemért. Csak az enyémért, jó? Jó? És ide ragd, jó? Oda! Ez jó helyen van! Hé, Kás! Ez jó helyen van! Most miért? De ez most... Ennél jó helyre van, hogy nem tudnám rakni. Ennél jó helyre már nagyon nem tudnám rakni, csak úgy mondom. Ide. De rogd már legalább, Léci! Léci! Ó, úristen! Hú, basszus, de megijedtem. Azt hittem, fel fog robbanni. Nem baj. Ez kemény játék! Keményebb játék, mint amire gondoltam. Jó van. Ezt neked első műtét, a másodikat majd a máskor fogom megcsinálni. Biztos, hogy nem ma, mert ez egy kicsit... Most kifárasztott. Nem! Shut up! Vedd már föl! Good night! Was that you?
Jó van. Elgurultak a tablettáim. Nézzétek, elgurultak a tablettáim. Megfogtam. Oké. Ezt szerintem berakjuk ide. Itt jó hely. Itt jó helyen lesz. Ne visszamegy! Telefon! Ne menjél el. Nem megy el. Ott jó helyen van. Na, én ezzel végeztem is az első műtétemet. Végre túl vagyok rajta. És B-t kaptam, vagyis 4-est! Ezt a szép B-t. Úgyhogy eléggé necces volt, mert többször újra kellett kezdenem, de a végén úgy látszik, hogy sikerült. Hát következő videóm az egy TFS Ultramix lesz, és azután pedig jön egy következő Medikes Surgeon Simulator. Addig is sziasztok, és jó nyarat kívánok! További jó nyarat kívánok!